Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Lukács evangéliumának első fejezetéből, az 50. versen. Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. A héten Zászkalicki Pál a Várakozás Megszentelése című adventi gondolatait olvasom. Sokak közös tapasztalata, hogy ebben a világban minden változik. A ruha, hajviselet, az emberi kapcsolatok rendje és a közlekedés szabályai minden változik. Akit ma milliók ünnepelnek, annak kis idő múltán még a szobrát is a földre döntik. Vitázhatunk azon, változik-e az emberi természetünk, vagy sem. Vannak, akik önneveléssel, sok lemondással felfelé kapaszkodnak, Isten vagy egy általános emberi erkölcs hegycsúcsa felé, mások egyetlen erkölcsöt ismernek saját érdekük szolgálatát. Sokan vannak, akik különböző lejtőkön sodródnak, egyre csak lefelé. A kép ellentmondásos. Két dolog azonban mindenkire igaz. A változások világában múlandóságunk és esendőségünk maradandó. A földön élő minden ember a halál jegyesse. Ugyanakkor örököltük, és tovább örökítjük az eredendő bűnt, más szóval a bűnre való hajlandóságot költők panaszolják helyettünk is. Bánom, hogy rossz vagyok, úgy fáj a rossz, csak nem halálba dönt, hogy rossz vagyok. Nem érdemlem, hogy világon vagyok, évek illannak, nem gyógyít idő, megigazulni, ó, én nem bírok, írja Jankovics Ferenc töredelmes című költeményében. Sokunk talán minden őszinte ember közös tapasztalata és fájdalma ez. Mária énekéből kiderül, létezik egy másik emberi tapasztalat is, az Úr irgalma sem változik. Időtálló, maradandó. Földi fény fakul, tűnik az öröm, változik, pusztul minden körülem, így énekeljük. Istenünk irgalma viszont nem fogy el, nem változik meg. Úrunk meghallja a még oly csendes fohászainkat is, megérti imátlan esténk és álmatlan éjszakáink nyomorúságát, és bocsánatával felemel mindenkit, akit bűne és bűnbánata a földre roskasztott. Mária énekét az apostoli levélírjú így egészíti ki, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő hozta el test közelbe, Isten változatlan írgalmát. Ő hozzá kell fordulni a lecsúszottnak, a felfelé kapaszkodónak, minden embernek. Amen.